Sandrásra, aki Magyarországra hozta magát a Sivananda tanításokat, és így a Sivananda jogát, úgyhogy itt mi mindannyian az összes jóga oktató, hát nem lehetnénk nélküle, és nem ismerhettük volna meg Sivananda tanításait, és nem lehetnénk eszközök ennek a továbbadásában. Az az időszak, amikor a Sivananda jogával találkoztam New Yorkban. Bementem, és úgy éreztem, hogy otthon vagyok. Illatok, mosolyok, emberek, mesterképek, mind-mind egy olyan üzenetet hordozott, hogy itt le kell horgonyozni. Sivanandában az a kozmikus szemlélet ragadott meg, amely elfogadott minden vallási irányzatot, elfogadott minden spirituális ösvényt. Úgy gondolta, hogy minden ösvény végül ugyanaz az egy célhoz vezet. Konkrétban a hihetetlen tudása nyűgözött le, tényleg az első pillanattól kezdve, mind a mai napig lenyűgöz a tudása, Sivanandában pedig az egyszerűsége és a végtelen nyitottsága. Magával ragadott egyrészt Omkára és az egész csapat lelkesedése, ezek a tiszta tanok, és hát mondhatom, hogy teljesen átformálta a jóga az életemet. Tehát számomra fontos szempont volt, hogy Sivananda nagymester maga is orvosként kezdte a pályáját, ugye kórházban dolgozott, és utána lett kiteljesedett nagy jógi. Számomra, mint orvosra ez nagyon megnyugtatóan hatott. Február 8-ától létezik a Sivananda Jóga Központ hivatalosan. Az első helyszín az a saját lakásom nappalia volt, a következő fontos állomás az a Magyar Rádió óvodájának a tornaterme. Úgy gondoltuk, hogy pozitív, jó rezgéseket egy óvodánál jobb helyen nem is találhatnánk. Képzés a Jóga Központ létrejötte előtt, már megindult. 1995-ben indult, és 1996-ban, amikor már Jóga Központ hivatalosan is létezett, már az első oktatóink aktívan oktattak. A Sivananda jogának abban rejlik az ereje, és azért tudott a Jóga Központ ilyen nagyjá válni és ilyen szilárd alapokon nyugodni mind a mai napig, mert óriási a tudástárház, ez szerintem máshol nem található meg, ez a hatalmas tudás, ami itt van. A másik pedig az önzetlenség, hogy az egész karma joga alapokra épül, és az emberek megérzik, amikor bejönnek az órákra, hogy itt az oktató nem a forintjait számolja, és nem azt számolja, hogy hányan vagyunk és mennyi jutalékot kap utánunk, hanem tényleg lelkesedésből van itt. A Jóga Központnak eddig 38 oktatói képzése indult el, ezek egyéves képzések, és a 38 oktatói képzésen 527 joga oktatói oklevelet adtunk át idáig. A Jóga Központnak meg több mint 220 ezer látogatója volt ebben a 25 éves időszakban. A központunknak nagyon fontos küldetése, hogy a minőségi jogoktatást biztosítsa,
és ehhez ugye folytatjuk Swami Vishnu Devananda által elindított oktatói képzést, tehát ugyanúgy végezzük, mint ahogy ő 50 évvel ezelőtt. Headstand position, hands in triangle position. Ennek kapcsán ugye jött létre a Magyar Joga Oktatók Szövetsége is, aminek szintén alapító tagjaként volt Ankara. Az első években ő volt az elnöke a Joga Oktatók Szövetségének, utána pedig jó magam 8 évig voltam a Joga Oktatók Szövetségének elnöke. A joga oktatás mellett találkoztam az Ayurvédával, ez is szélesítette a látókörömet és a tudást, és évek alatt összeért bennem, hogy a modern orvostudományt, a jogát és az Ayurvédát hogyan lehetne ötvözni, és így nyitotta meg kapuit 2016. februárjában a Fényjoga Terápiás Intézet. Pilis szent léleken, gyönyörű patakpartján, csend, béke, erdő, harmónia várja az embereket. 25 éve működik az ásramunk. Gyerekektől kezdve felnőttekig várunk mindenkit. Hétvégeken, nyári táborokban, magas filozófiát oktató táborainkban, mint például a Hatha Yoga Pradipika tábor. A 2010-es évek közepére már látszott, hogy kinőttük a régi 250 négyzetméteres központunkat, ezért úgy gondoltuk, hogy ide fókuszáljuk az erőinket, és amit ez az ingatlan lehetővé tesz, azt megpróbáljuk beépíteni. És így jött létre ez az új szárny. Nagyon nagy segítség számunkra, hogy évről évre kapunk támogatást az indiai Sivananda Ashramból, figyelemmel kísérik a működésünket, megerősítenek bennünket videókkal, gondolatokkal, így élő a kapcsolat még a mostani időben is. My hearty greetings and good wishes to all members of Sivananda Yoga Center of Hungary. Az indiai Sivananda Ashram mellett nagyon jó kapcsolatot ápolunk az európai joga közösségekkel is. Így például meghívtak minket az első európai joga kongresszusra, amiből aztán több meghívás is lett. Így jutottunk el például Belgiumba, az Európa Parlamentben, ahol a joga hatása a világ végére címmel adhattunk, erről szólalhattunk fel. A következő 25 évre, hál' Istennek, van már utódom, úgyhogy van, aki tovább vigye. Nagyon megtisztelő számomra, hogy Ankara után én vezethetem a Sivananda Joga Központot. A megváltozott új körülmények között is arra törekszünk, hogy folytassuk a Sivananda missziót. A foglalkozásaim, joga óráim továbbra is elérhetőek, és folytatjuk az oktatóképzést is.